Van egy nagyon jó hírem. Visszatért a recsegős szék. Igaz, hogy most zöld és nem kék, meg nem is olyan úgy néz ki, de legalább recseg. Szóval, hogy a költözésből maradt valami jó. Ez meg micsoda volt? Én most jöttem rá, hogy ez a szék ez ilyet is tud. Na jó. Hát ezt a videót akkor mindenképpen megértem már most megcsinálni, mert legalább tudom, hogy mire jó a székem. Halihó lányok és srácok, én Csong vagyok, és erre kezdünk a legújabb videóhoz. És olyan láttam, hogy a múltkor nagyon tetszett nektek az ilyen dupla kamerás dolog, ezért arra gondoltam, hogy most is így veszük fel. Ismét egy remek témát hoztam el nektek, ami nem más, mint a barátzóna. Hú, atya úristen, de utálom. Sajnos valószínűleg veletek is előfordult már, akár fiúk, akár lányok vagytok, már azért megjegyzem, a fiúkkal többször előfordul. Megpillantjátok életetek szerelmét az utcán, a szemébe néztek és visszanéz. 3 hét gondolkodás után ráveszitek magatokat arra, hogy leszólítsátok, mert minden reggel ugyanakkor ugyanott jártok iskolába. Megtörténik az első beszélgetés, ráírtok Facebookon, Messengeren, az nem ugyanaz? Instagramon, Snapchaten, mindenhol. 2 hetetekbe telik, ameddig végre kihívjátok-e randira, mert attól féltek, hogy visszautasít. A randi nagyon jól sikerült, és azért raktam idézőjelbe, mert csak ti hittétek azt, hogy randi. Ugyanis bármennyien jól éreztétek magatokat, amikor hazakíséred a csajt, és az ajtó előtt elköszönnél, és így akkor így elfordul egyet, kacag, és azt mondja, hogy jaj, hogy te többre gondoltál, olyan jó barát vagy, ne roncsuk már el, léci. Te tényleg. Képzeld, olyan vagy, mint egy tesó, mintha az én bátyuskám lennél. Te még így, már megint? Szóval igen, én se szeretem. És mert tudom, hogy valószínűleg ti is jártatok hasonló helyzetbe, arra gondoltam, hogy a mai videóban bebizonyítom nektek, hogy higgyetek el, vannak emberek, akik sokkal rosszabbul jártak. Most egy Facebook bejegyzéssel fogom kezdeni, ahol a következőt írja. Kirakott a csaj egy tök jó képet, ami aranyos meg minden, és odaírta, hogy legyünk őszinték, ő a kedvencem és a legjobb barátom. Majd jött a csávó. Legyünk őszinték, szeretlek. Ha. Ja, hogy ez nem vicc. Úristen, de gáz. És érkezik a csaj kommentje, gondolom megközben a csávó gyomorideget kapott, hogy úristen, mit fog válaszolni? Én is szeretlek téged. Ha. Ja, mielőtt félreértetek, csak hozzáteszem, mi nem járunk, csak legjobb barátok vagyunk. Egyébként lehet látni a srác arcán, hogy így úgy is tudom, hogy ki fogod rakni ezt a képet, oda fogod írni, hogy annyira szeretlek, te vagy a legjobb, meg minden, aztán utána úgyis csak a barátod leszek. Igen, pontosan így van, kedves András. Esküszöm, már sajnálom szegény csávót. Hivatalos! Nem mond, hogy pont egyet fordultam, az igen. Most ebben az a leggázabb, hogy látunk egy srácot meg egy csajt, a csajnak egy igazából nem gyűrű van rajta, hanem annyira rossz a minőség, hogy nem tudom kivenni nekem, tudjátok, hogy mit eszembe? Van az a cumis gumicukorka, és olyan, hogyha az ujjára feltekerte volna, lényegtelen. Van boldogság, fehér fog, Colgate, ez az. Na igen, de vajon mi hivatalos? Mi a fene lehet hivatalos, amikor egy csajon gyűrű van? Hivatalosan kirakták a képet, hogy mindenki azt higgye, hogy járnak. Mert amúgy járnak. Nem. Ezt hívják egyébként Facebookos clickbaitnek. Odaírta a csaj a saját képe alá, érted? A saját képe alá oda kommentelt. Csak azoknak, akiket érdekel, mert amúgy látjátok, ezen a képen rengeteg érdeklődő van, tehát előtte senki nem kommentelt, úristen, na mindegy. Akiket érdekel, hogy mi hivatalos? A barátság eljegyzés. Barátság eljegyzés? Hát mi van? Már mint így... Micsoda? Barátság eljegyzés. Oké. Okay. Tudjátok, hogy mi a szomorú ebben? Hogy egy ilyen barátság eljegyzés valószínűleg többet fog tartani, mint a mai házasságoknak a kb. 80%-a. Hozzá szeretném tenni, hogy általában az ilyen Facebook poszt után 2 hónappal következik az a szitu, amikor ki van írva, hogy járnak. Aztán egy hónap múlva szakítanak, és akkor utána megint egy Facebookos barátsági eljegyzés kapcsolatuk lesz, vagy micsoda. Figyelem! Aki nem töltötte be a 81 évet, az most ne nézzen ide. Cheese! Cheese! Jó, hát gondolom mindenkinek leesett a poén. Magyarázzátok el nekem, de valamiért jó dolog olyan képet csinálni, ahol... Na. De hát nyilván ahhoz, hogy a lány ruháját megfogtod, a engedély kell, sőt, mi több, inkább párkapcsolat. A 3. srácnak nem jött össze, ő ismét a barátzónába került. A csaj szerintem úgy be van piálva, mint még életében soha, de... Ez nem hogy párkapcsolat, de szerintem még a barátság extrák is túl sok kifejezés lenne, úgyhogy maradjunk meg a barátzónánál, jó? A most következő kép az felkavaró dolgokat fog tartalmazni. Amúgy nem, csak nem tudok rájönni arra, hogy. A következő sztori az mondjuk legyen Jánosé. Ja várj, ez lány. Akkor mondjuk Kati.
Szóval Katit elhívták egy randira, bár egyébként nem tudom, hogy ő tudta-e azt, hogy ez randi. Egy 5 csillagos hotel szobában, mert a csávó azért ad a dolgokra, és hát szeretett volna egy meglepetést. Na most a filmekben szoktuk azt látni, hogy a pasi az ágyat szépen berendezi virágokkal, rózsákkal, gyertyákkal, meg egyéb piros színű nyavajákkal. Amire lehet azt mondani, hogy hát jó, de ez nem egyedi. De itt lényegében nem az egyediségről van szó, hanem maga a szándékról. Nem a részvétel a szándék, hanem a fontos. Érkezik a poszt Facebookra. Nekem a leges legjobb barátom van. Imádlak, Scottikám, tényleg. Na igen, erre azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg gáz. Mármint az, hogy a csajnak vagy a csávónak az mindegy, viszont ezek után a csávó, én nem tudom, hogy fog próbálkozni más sajoknál. Érted, kivesz egy hotelszobát, berendez az egész ágyat, rózsák, macik, minden, ami egy lánynak kell, és cserébe mit kap? Ezt. Te vagy a legjobb barátom. Valószínűleg egy barátnak nem akarok rózsát venni, nem viszem hotelszobába, nem viszem randira, és még sorolhatnám. Egyébként nektek van valamilyen sztoritok, amikor mondjuk fel akartatok szedni egy pasit, egy csajt, és akkor ilyen nagyon rosszul barátzónába kerültetek? Biztosan kérdezitek tőlem, hogy Csongi, te kerültél már barátzónába? És ha igen, akkor kitaláltál belőle? Vagy ott maradtál mélyen? Hát sajnos én is kerültem barátzónába. Nekem a barátzónából az volt a legvitesebb, hogy próbáltam felszedni egy lányt hetekig, érted? Hetekig, sőt lehet volt az hónap is. Viszont a kis Csonginak a legnagyobb baja az volt, hogy sosem merte kimutatni az érzéseit. Tehát én tipikusan mindig azt csináltam, és jegyezzétek meg, ez egy örök hiba, tanuljatok tőlem. Nem mertem elmondani, mit érzek, nem mertem lépni, egyszerűen semmit. Szóval érthetőbben fogalmazok, egyszerűen nem mertem közelebb kerülni a csajhoz, mert attól féltem, hogy visszautasít. Ami azért hülyeség, mert legyetek őszinték, úgyis visszautasít, ha vissza akar. Tehát igazából nem azon az egy-két napon vagy órán fog múlni, hogyha bejössz neki, akkor így is úgyis bejössz neki, ha meg nem, akkor hiába húzod egy hónapig. De a Csongikának ezt nyilván nem lehetett mondani, én nem mertem rámozdulni a csajra, nem mertem elmondani, milyen helyzet, csak próbáltam vele beszélgetni és kicsivel közelebb kerülni. Körülbelül 2-3 hónapon keresztül ment az egész, amíg egyszer csak a csaj bejelentette, hogy valaki tetszik neki. Na mondom, baszki, nem már. Amikor valaki tetszik neked, fel akarod szedni, de a szájából egyebet nem hallasz, mint hogy a Lacika milyen jó pasi, meg hogy találkozott vele meg ilyenek, akkor így szerintem is jó pasi, mi? Na de itt nem volt vége a sztorinak, mert nyilván nem adtam fel. Ugye a sok lacikás sztori miatt én kiszerettem ebből a lányból, és megtetszett nekem valaki más. És most jön a legnagyobb fordulat az egészben. Mivel barátok maradtunk, összeültünk beszélni, és így benyögte, hogy ő amúgy szeret. Én meg így, hát jó, én meg nekem most más tetszik. Tovább beszélgettünk, és kiderült, hogy igazából Lacika nem is létezett. Jó, hát valójában se létezett, mert most kitaláltam egy nevet. De hogy Lacika tényleg nem létezett, mert ezt ő találta ki azért, hogy én azt higgyem, én neki nem jövök be, mert ugye azt látta rajtam, hogy én nem közeledek, nem nyitok, nem kezdeményezek. Hát hogyha én elmondtam volna, hogy mi a szitu, akkor Lacika eltűnt volna a fenébe, és összejöttem volna veszek vele. Na látjátok, ezért kell elmondani. De hogy őszintén nem bántam meg, mert most van egy kapcsolatom, abban boldog vagyok, Budapesten vagyok, tudok veletek találkozni, hazamegyek néha Erdélybe a szüleimhez, a tesómhoz, ott is videózok, úgyhogy tényleg jól érzem magam. Nyilván nem véletlenül látjátok a szobának csak ezt a részét, és ott azt a részét nem. Következő! Na ez a képen már nem a pasi került barátzónába, hanem a csaj. Magdikának van egy nagyon jó barátja, aki rán többet érez, elhívta randira. Mármint nem Magdi a csávót, hanem a csávó a Magdi. Pizzáztak, ittak, ettek, jól érzték magukat, és hazamentek. Magdikának mi volt az első? Na mi? Azt, hogy Facebookra kirakta a képet, hogy ő ott volt. Magdi, nem akarok beszólni, de úgy nézünk ki, mint hogy randi lennénk. Ezzel a székkel fogok játszani egész videóban így. Figyelem, pasit keresek. Tudja valaki, hogy ki szeretne az én pasim lenni? Ó, a kihívás elfogadva. Tényleg? Ki az a haverod, aki szeret engem? Micsoda oltás, Istenem. Ezeket ilyen üzenetes videóba kéne beletenni. Sőt, találtam egyébként ilyen üzeneteket is, de azt majd természetes videóba, mármint természetesen, hogy videóba lesznek, de hogy a természetbe veszem fel. Hát ez egy remek poén volt, ugye? Tudom, hogy miért bírtok engem. Egyébként ezt én sosem értettem, hogy Facebookon miért keresnek csajt meg pasit az emberek, ezt valaki mondja már meg. Meg aztán én már olyanokat is láttam, hogy konkrétan Facebookon bejelölték egymást, hogy na akkor mi most kapcsolatban vagyunk, de ilyen Facebookos kapcsolatban. Mondom, nem azzal van a baj, ha valakik összejönnek, és akkor kirakják Facebookra, hogy együtt vannak, mert ez normális, de mikor kirakják, hogy együtt vannak csak azért, hogy legyen valaki ott, de közben lehet, hogy a valójában nem is ismerik annyira egymást, akkor így. Mert tényleg láttam már olyat is kiírva, hogy valaki Facebook kapcsolat? Mi? Üdvözöllek a barátzónában. És ott van egy csáv, aki fest éppen a barátja, de hát lány barátjának a kezét. Amikor van egy párkapcsolat, akkor általában mindkét félnek vannak azért ellenkező nemű barátai. Tehát például az én esetemben hiába, hogy van barátnőm, vannak lány barátaim is, ugyanúgy, hogy neki is vannak fiú barátai. De nem itt van a probléma.
Gondolom azzal sem mondok újat, hogy tegyük fel, a lánynak van egy legjobb fiú barátja, vagy a fiúnak egy legjobb lány barátja. Szóval egy kapcsolat pont arról szól, hogy a másik az nem csak a szerelmed, nem csak a párod, hanem a legjobb barátod is, vele mindent megosztasz. Tehát, hogyha van egy párod, akinek mindent elmondasz, akkor miért van egy másik fiú, aki amúgy csak barát, de neki is mindent elmondasz, és... Szóval fura, na, nem tudom. Végül is oké, a másikkal nem bújsz ágyba, remélhetőleg, de azért... Én így érzem, hogyha van egy pasid vagy csajod, akkor a legjobb ellenkező nemű barát az úgy inkább ő kéne legyen, és nem más. De amúgy nyugodtan írjatok le a komment szekcióba, hogy mi a véleményetek erről, mert nagyon sokszor írtok olyan dolgokat, amin így elgondolkozok, hogy ja, igazatok van. Egyébként azt hiszem, hogy van egy csomó ilyen nonsense kép. Mint például itt van ez, ahol épp a csávon ül a csaj, valószínűleg ugye a barátja. Itt is ugyanaz, csak keleti verzióban. Itt a metrón ül rajta, ennek most komolyan nem értem, mi értelme van. Szóval tényleg nagyon sok ilyen kép van, ahol kihasználja a barátját, akár a lány, akár a fiú arra, hogy ilyen szék legyen. Ez furcsa, én még ilyet soha nem láttam, de úgy látszik, hogy ha vannak fényképek, akkor lehet, hogy létezik. Na igen, itt van egy mém egyébként. Ő olyan, mint a tesóm, és ez már nem barátzóna, hanem családzóna. Terjesszük az új fogalmas kacok. Családzóna! Igen, ez pontosan az, amit én mondtam nektek még a videó első részében, hogy amikor azt mondják nektek, hogy annyira szeretlek, olyan vagy nekem, mint a bátyám. Hogy ez itt nem a lányokról szól, mert ugye nagyon sok esetben azt látjuk, hogy inkább a lányok teszik a fiúkat barátzónába, de ez higgyétek el, fordítva is így szokott lenni. Ez nem a lányok ellen szól, sőt a fiúk ellen sem. Igazából senki ellen. Itt csupán tényleg arról van szó, hogy a társadalmunkban el van terjedve az, hogy a barátzóna az mekkora egy ilyen... milyen állat volt. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor mindenképp iratkozz fel! És ne felejts el megfejelni egy like gombbal, hogy lássam, hogy tetszett nektek. Mehetek rendet rakni, Istenem, de jó! Ki szeret rendet rakni, mert én igen! Akarom mondani, nem. A lényeg az, hogy élvezétek az életeteket, mert csak egy van belőle. És igen, tudom, a suliban nem olyan könnyű élvezni. Én is jártam már abban a cipőben. Ugye szerintem jött az outro, és... Halihó!